Európa legjobb állatkertjei között van a Nyíregyházi Sóstózó. A Nyíregyházi Állatpark végzett az első helyen a 250 ezer és az 500 ezer látogatószám közötti európai állatkertek rangsorában. Ez a svéd művész által kézzel készített jegesmedvés üvegszobor mától a Nyíregyházi Állatparké. Azt szimbolizálja, hogy osztatlanul egyedüliként kapták meg az Európa legjobb állatkertje címet a 250 és 500 ezer közötti látogatószámú kategóriában. Ez 29 országból 126 állatkertet ölel fel, amelyeket 40 mutató szempontrendszer alapján értékeltek. Ezt nem egyetlen dolog dönti el, az elmúlt évek fejlesztéseit is figyelembe vesszük. A rangsort egy olyan szempontrendszer szerint állítjuk fel, amely 40 mutatót tartalmaz. Ilyen például a fajmegelőzési programban való részvétel, hogy milyen oktatási tevékenységet végez az állatpark és az institút programok támogatása. De figyelembe vesszük a fejlesztéseket, valamint a zöld kifutók nagyságát és mennyiségét is. A Nyíregyházi Állatpark minden területen folyamatos. Fejlődik, ezért kíváncsian várjuk a következő évek újításait. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Gajdos Lászlót, és egyúttal szívből gratulálok az állatparknak. Köszönjük szépen! Mielőtt elkezdenénk gondolkodni azon, hogy mi volt 16-ban és 17-ben, akkor nyugtassuk meg a nézőket, hogy olyankor nincs is értékelés. Ja igen, igen, három évente van. Nem esett vissza. 15-ben. Voltunk először ezen a rangsoron fent, mert nem értékelnek minden állatkertet, már eleve az egy kiválasztás, hogy ki kerül fel. Ugye most tudjuk, hogy 127 állatkertet néztek meg, és 15-ben Odenzével és Alborgal, ez két dán állatkert, megosztva kaptuk az első helyet, és most pedig azóta fejlődtünk 9 pontot, de ezek szerint olyannyira, hogy egyedüli elsők lettünk ebben a kategóriában. Milyen szempontok alapján válogatják be egyáltalán, hogy melyik az, amit alaposan megnéznek és kijönnek? Ugye nagyon sok állatkert van Európában, van sok jó és rossz állatkert, tehát ez egy vita, hogy kell-e egyáltalán állatkert vagy sem, de maradjunk annyiban, hogy ugyan nem normális dolog fogságban tartani állatokat, de az se normális dolog, hogy mit művel az emberiség, most már 8 milliárdan vagyunk a Földön, az élőhelyükön, tehát szerintem jó állatkertekre szükség van, de van azért nagyon sok kevésbé jó állatkert, vagy hát vagy mondjuk így csak ilyen állatkerti bélyeggyűjtemény egymásra dobálva nem túl jó körülmények között az állatok. Tehát van egy rangsor az Európai Állatkerti Szövetségen belül, az Európai Állatkerti Szövetség tagjai, azok már mondjuk így, hogy megszűrt állatkertek, és azon belül válogattak Anthony Sheridanék a legtekintélyesebb állatlétszámú állatkertek közül. Ha már itt felmerült, hogy mit művel az emberiség az állatokkal, akkor beszéljünk egy picit a fajmegőrzési programról. Ez mennyiben esett komolyan alatba? Ez gondolom az egyik legfontosabb szempont. Igen, hát közel 100 szigorúan veszélyeztetett fajt tartunk és tenyésztünk, és idén különösen szerencsések voltunk, hiszen tavasszal afrikai elefántbébi született nálunk, ősszel pedig egy nagyon különleges állat, az indiai páncélos rinocérosz. Ezt az állatot kevéssé ismerik az emberek, ugye az afrikai rinocéroszról tudják, hogy hogy néz ki meg egyáltalában, hogy milyen veszélyeztetett, de van indiai rokona is, ami egy groteszk, de nagyon jó pofa aranyos állat, ilyen hatalmas nagy bőrlebernyegei vannak, ezért páncélos rinocérosz, na hát ott született borjú, 70 van összesen egész Európában ebből az állatból, és 3 borjú született az idén, az egyik a Nyíregyházi állatparkban, tehát a fajmegőrzési program az nagyon fontos. Mi is több olyan élő helyi programokban is részt veszünk, például a gibonok esetében, hogy ott a úgynevezett in situ védjük az állatokat, vagy a baliseregély programban, amikor állatkertben született baliseregély, ami egyébként a természetben már kipusztult állat, állatkertek telepítették vissza a Bali szigetére. No, hát nálunk is született olyan baliseregély, ami aztán ott röpköd. Ez nagyon fontos volt, de nagyon fontos az oktatás, ez számunkra is nagyon lényeges, nagyon meghatározó, hogy hogyan nő fel egy új generáció, és ezek a zöld programok, tehát amik nem csak elcsépelt szavak, hanem tudod, aki hozzánk bejön, az szeretnénk, ha mindig más
lélekkel távozna, mint mi ahogy az, érkezett. Mi az, amit ebben eredményként tud felmutatni a sóstózó? Hát ha már csak azt, hogy egészen másképp viselkednek ma már a látogatók az állatkertbe, mint 20 évvel ezelőtt, amikor kezdtem, annyira lehet látni a állatkert látogatói kultúra alakulását, hogy már mondjuk nem dobnak pénzt az állatok medencéjébe, hogy nem dobálják kővel a krokodilt, hogy elmennek a kukáig a szemét. Jó, mondjuk minden lépéshez tenni kell kukát, mert azért sokat nem megy érte, de beleteszi a szemetet, és már szelektíve is gyűjt, hogy hihetetlen sokan jelentkeznek a zósuliba, és már vannak zósulis gyerekeink, szóval azok a gyerekek már felnőttek 20 éve pontosan, és már az ő gyerekeik is járnak ide. Ezek azért nagyon fontos, meg jó eső érzések. Hogyan tudja kezelni az állatpark a növekvő látogató számot, hiszen most már itt nagyon billeg a léc, hogy az 500 ezer alatt tud maradni, vagy fölé kerül? Hát nem tudom én sem, hogy minek örüljünk. Az a 500 000 látogató egy 120 ezres városban, az nagyon nagy szám. Nem véletlen, hogy már évek óta Magyarország első számú turisztikai attrakciói között vagyunk. Hát képzeld el, hogy nem csak Kelet-Magyarországon, hanem az országban sincs olyan turisztikai attrakció vidéken, van 2-3 Budapesten, amelyik tudna 500 000 vagy annál több látogatót. Tehát ez elég nagy dolog a vidéki Magyarországon ezt elérni, és most már olyan 530 ezer körül tartunk, tehát ezt túlléptük. Na most kérdés az a verseny, vagy hát nem verseny ez, hanem egy minősítés alapján, hogy ez jó vagy rossz nekünk, mert ennek a határa most már az 1 500 000 és 1 000 000 közötti látogatók közötti állatkertek versenyében, ezek már nagy állatkertek, kell részt vennünk, jellemzően fővárosi állatkertek. Hát megpróbálunk helytállni, maradjunk ennyibe. Az, hogy épülnek a szállodák Sóstón, és ugye a Pangea az már be is indult, kimerem mondani a nevét, hiszen ez az állatkerthez tartozik, mennyire befolyásolja a nézőszámot? Az az igazság, hogy nagy tapasztalatunk nincsen, mert egy kicsit olyan lehetetlen időpontban a nyári szezon végén indult a Hotel Pangea, de nagyon szerettük volna megnyitni, és úgy gondolom, hogy érdemes is volt, mert Nyíregyházának egy különleges színfoltja lett. Ugye ezt a Nyíregyháza város és a kormány közötti modern városi program szerződésben rögzítették, és ez abból a pénzből épült. Nagyon örülünk neki. Nagyon sok vendégünk volt már, és ez azt mutatja, hogy ugyancsak jó szezon elé nézhetünk jövőre, mert aki lakott a Pangeában, szeretne még lakni, aki meg még nem lakott a Pangeában, az meg alig várja, hogy volt olyan nyíregyházi család, nem is egy, aki beköltözött a tó túlfeléről, csak hogy kipróbálja. Kipróbálja, és hát egyébként a nyíregyházi állatpark, a sóstózó nem egynapos. Igen, és hát ugye ez egy nagyon fontos dolog, a Hotel Dzsungelt se felejtsük el, az szágult, egy kicsit olcsóbb kategória, de nagyon fontos azoknak a családoknak is, akik ezt engedhetik meg maguknak, és hát vannak olyanok, akik meg a Hotel Pangeát, de a lényeg az, hogy 2-3 napig lehet akkor járni az állatkertet, és van is mit látni nálunk. Nagyon messziről indult a sóstói állatpark. Egy rövid összefoglalót tegyünk már, hogy honnan indult, és hogyan jutott el idáig, és a jövő. Hát a helyzet az, hogy tényleg, már 22 éve nem változtam semmit, de köszönöm szépen. Mártika teset. Szurkolunk, hogy még sokáig maradj. Kezdődött, és aztán hát akkor még olyan nagyon rajtam kívül nem gondolt ezt senki komolyan, viszont hagyták, hogy csináljam. És aztán egyre erőteljesebben alakultak a dolgok. Hány állat volt akkor egyébként? Körülbelül 100. 100. Aztán és hány fajta? Ez 90, olyan 40-50, egy jellemzően hazai állatok. És aztán volt körülbelül 30-40 ezer vendég. Ez volt 96 őszén, amikor oda kerültem, 2000-re már a leglátogatottabb vidéki állatkert lettünk 300 ezer vendéggel, és aztán a nagy ugrás 2010-ben volt, a zöld piramis megnyitásakor, az ország első biodómja, akkor elértük az 500 ezret, és onnan megkezdődött most egy ilyen száguldás, egy különleges évtized, hogy mindig van lehetőség a fejlődésre,
És hát most már 530 ezer vendégnél tartunk. És hogyan tovább, hiszen már megvan a következő ötlet, és a fejlődésben azért nekem csak ott motoszkál ez a gondolat, hogy a fenntartható fejlődést. Igen, hát a Nyíregyházi Állatpark fenntartja magát. Én úgy gondolom, valaki itt az imént említette, hogy ez egy olyan brand, hogy Nyíregyházát innen lehet megismerni, vagy sokan megismernik. Hát ezzel azonosítják. Igen, igen, és hát én ennek örülök, hogy a polgármester úr is örül ennek, és azért mindent elkövet, hogy fejlődjön a park, és hát ennek a fejlődésnek része, hogy folyamatosan fejlesztünk, és hát indul nem sokára az úgynevezett jégkorszak interaktív állatbemutató, ami egy különleges látványvilág lesz, Európában is egyedülálló, és akkor úgy gondolom, hogy az egyetlen park vagyunk, amelyik a saját lábán áll, hogyha ha a fenntartásról beszélünk, természetesen a város és a kormány nélkül nem tudnánk a fejlesztéseket megoldani, de ezzel a jégkorszakkal egy más dimenzió kezdődnek el, és hát, ha elérjük az 1 millió látogatót, ki tudja. Mikorra várható, hogy ez elkészül? 21 tavaszán szeretnénk átadni. Mekkora volumenű beruházásról beszélünk? Ez több mint 3 milliárd forintos beruházás. Hol tart most? Most hamarosan megkötik a szerződést a tervezővel, és akkor elkezdődik a munka. Jövő tavaszra készen lesznek a tervek, és szerintem jövő ősszel elindulhat, október 1-én szeretném elindulni az építkezés. Amennyire én tudom, az állatpark is szokott adományokat gyűjteni, illetve különböző akciókat meghirdet. Idén is van egy ilyen. Most szombaton, december 1-én lesz az úgynevezett 100 forintos napunk, amikor tavaly 10 000-en voltak, hát idén munkanap, lehet, hogy kevesebben lesznek, amikor is az állatparkba 100 forintért lehet bejönni, akkor egyébként nem kötelező, de mindenki hoz magával valamit, hogyha hozol magaddal bármit, ami még másnak fontos és jó lehet. Mi ezeket összegyűjtjük, és azt hiszem, hogy közel 80 szervezet jelentkezetben állunk, hogy szeretnének az adományokból. Nagyon sok adomány gyűlik össze ilyenkor. Reméljük, hogy idén is így lesz, és reméljük, hogy a jövő év legalább ilyen sikeres lesz, vagy még inkább. Hát bízunk benne. Mint az eddigi. Köszönjük szépen, hogy vendégünk voltál, Laci.